bácsi. Nyugalom, gyerekek, Über bácsi egyáltalán nem rabló. És a másik bácsi sem egy motkos görény. Über, Monsieur Fosz, álljanak a fénybe, hogy a gyerekek megnyugodjanak. Jó éjcsarjaim. Jöjjenek már el onnan, lidérces álmuk lesz. Jean-Pierre, már csak ezt hiányzott, hogy te is elkezd gyűvölteni. Oh. Na jó, gyerünk, mosakodjanak meg alaposan, és a lábukat többször is, ha lehet. Itt a szappan és a fürdősó, mindent bele, sok sikert, én megyek is. Mi bajuk ezeknek a lábunkkal? Nem tudom, ez a sehonnai folyton erről kapol. Oh, ez forró. Na, gyerünk, ősd ezt a balzsamot. Zsákfos, a vakaró. Furcsa átvakaró. Mit vártál mást? Minden rendben van? Bevégeztem a tisztálkodást. Te jössz. Gyerünk. Na ne, 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 gazdám, nemrég fürdöztem, 2 hónapja sincs a folyóban. Ne mosod magad a vizet, beteg kutya! Nagyon tüzes! Megígérnek ezek! Hagyják abba az üvöltést! Semmi baj, bele kellett nyomnom a vízbe ezt a bugrist. Megyek, megszárítkozom a tűznél. Harcra fel, győzni fel. Magára öntötte az egészet? Egy 6000-es parfümöt? Ne engedje le a vizet! Már este készül a babám, oda megyek hozzá, csókkal vár majd el. Este van már este, készül a babám, oda megyek hozzá, csókkal vár majd rám. Én ezt nem bírom tovább, nem bírom. Kész a dragonát? Uram, az a zsákár, az én ükük unokám. Igen, zsákfos. Nincs szerencséd. Nyugalomra térünk.